Én azt gondolom, hogy nem meglepő, ugyanakkor az, amit a képviselők ott elmondtunk, az inkább egy más irányba vonatkozott, ez pedig az, hogy az EU-nak el kell gondolkoznia azon, hogy milyen mechanizmusokkal, instrumentáriummal tudja igazán, kredibilisen, hitelesen elhitetni a térséggel, a tagjelölt országokkal is, így Szerbiával is, hogy az EU-s tagság az belátható időn belül valósággá válik. Ez a nagy kérdés, én jó magam is azt kérdeztem a biztostól, sajnos ugye választ időfogytán nem kaphattam, hogy van-e olyan eszköz a kezében az EU-nak, az EU intézményeknek, amely elmozdíthatja a holtpontról azt a patthelyzetet, amiben a Belgrád-Pristina párbeszéd jelen pillanatban a pristinai vám intézkedések miatt van.